Lassan, jó? De így jó halóra lakom. Masszírozza el, jó? Úgy, hogy 4 előtt 3 perccel, 20 perc, jó? Tehát 17-kor áll. Bizalmatlanság, ami abból ered, hogy össze-vissza beszélnek a politikusok a védőoltásokról. Kaotikus az, hogy milyen hatósági lépések történtek. Nagyon rossz optikája volt a laikusok szemébe is annak, hogy a külügyminiszter és a miniszterelnök effektíve felszólította a hatóságot, hogy csinálja meg a hatósági befogadást. Nagyon sok folyadékot inni, sok jó? Sok folyadék? Hogy kimosni azokat a konzerváló anyagokat, masszírozza el egy kicsit, masszírozzam. Ez jött elsőnek, jó. Úgyhogy szerettem volna minél előbb, hogy szüleim, illetve anyukámmal együtt tudjak lenni. Páciensem kéri, és aláírja ezt a nyilatkozatot, hogy ő engem gyakorlatilag csak abban tud felelősségre vonni, hogy én szakszerűen adtam ebbe neki. De a betegjogokkal, az adatkezeléssel egyébben nem kerülök konfliktusba vele. Ezért én beadom neki. Ha 100-an kérik, akkor 100-nak fogom beadni, ő kérte. Hazafele menet, fölugrok az Rényi utcába, és adok önnek egy dobozt ajándékba. Arra én nem szavatolok, és nem tudok, és a gyár se szavatol, hogy ez a két védőoltás, ez kialakítja azt a kívánt védettséget, amiért ugye egyáltalán beoltjuk magunk, vagy beoltatjuk magunkat, és nem találtam semmiféle dokumentumot arra, hogy az Európai Unió tagországai be fogják engedni azokat az embereket, akik kínai vagy orosz vakcinával oltatták be magukat. Nagy hőemelkedés lenne, akkor beveszi a lábcsillapítót, algopirin, amitazepán, rubofen, paracetamol, ami van otthon, és egy nagy pohár mézes citromos tejet, jó? De ha ma holnap megissza azt a 4 liter folyadékot,